Köszöntöm kedves nézőinket, Alexandra Manéja vagyok. Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látják. Tartsanak velünk! 1963-ban alakult a díszítő művészeti szakkör. Csátalján jártunk. Lőrinc Etel, immáron 35 éve aktív szervezője a néprajzi tábornak. 1963-ban alakultak, céljuk a bukovinai székely hímzési minták gyűjtése és életben tartása. Munkájukat a Bukovinai Székelyek Szövetsége 2013-ban Sebestyén Ádám díjjal jutalmazta. 2014-ben általuk a székely szálán varrott hímzés bekerült a Bács-Kiskun vármegyei értéktárba. Stábunk díszítő művészeti szakkörnél járt Csátalján. Csátalyai díszítőművészeti szakkör 1963-ban alakult meg, 37 fő volt akkor a tag létszáma. A Csátaljára betelepített székely hagyományokat visszük tovább, illetve azoknak a mintakincseit dolgozzuk fel. A székelyek által a bukovinai székelyek istensegésből behozott minták alapján dolgozunk. Készítünk lakástextiliákat, viseletet, használati tárgyakat, templomi textiliákat, és ezekkel a művekkel, pályamunkákkal pályázunk a különböző pályázatokra, az országos textiles pályázatokra. Legelőször is úgy történtek ezek a mintagyűjtések, hogy házról házra mentek a szakkör tagjai és az emberek által, illetve székelyek által elhozott textiliákról, párnavégekről, párnákról, terítőkről kockáspapírral lerajzolták a mintákat, és ezeket a mintákat használták fel a különböző textiliáknak az elkészítéséhez. A mintakincsek közül a legjellemzőek, úgy mondom, a kakastaréos, a granátalmás, a csillagos, a tányíros minta, a tulipán minta, tehát ezeket használjuk föl általában a pályamunkákhoz, illetve a textiliákhoz. Használati tárgyakat is készítünk, ugye modernebb világot élünk már, a dossziékat, ceruzatartókat, neszeszereket, táskákat, bevásárolszatyrokat is készítünk, amit fel tudunk használni. Könyvjelzőket például a gyerekek által, könyvjelzőket készítünk, mivel 2013 óta elindult az ifjúsági szakkörünk, és a Csátalyai Általános Iskolából jönnek a gyerekek, lányok, sőt volt fiunk is, aki nagyon ügyesen hímzett, és ők is az országos pályázatokon elég szép eredményeket értek el, első helytől kezdve második, harmadik különdíjat, minden második évbe kerül megrendezésre ez a verseny, és mindig hoztunk valami díjat el. Az idén került megrendezésre a 19. textiles országos pályázat, ahol szakkörünk az előkelő első díjat nyert el a szakmai zsűri bírálata alapján. Itt két pályamunkával, illetve két garnitúrával pályáztunk. A Csátalyai Katolikus templomnak készítettünk egy garnitúrát zöld színnel, ami nem a megszokott zöld szín volt, amit eddig felhasználtunk, hanem egy új szín. És úgy látszik, nem csak nekünk nyert el a tetszésünket, hanem a zsűrinek is. És a Bajai Református Egyháznak is készítettünk egy garnitúrát, ott is a szín, a kék és a zöld variációjával. Tehát a színekkel játszottunk tulajdonképpen, és jól sikerült, mert tényleg szép kézimunkák készültek. Az ifjúsági pályázaton a 14. vándorlegény pályázaton a
az ifjúsági kategóriában Gúj Hanna második helyezést ért el a regionális pályázaton, most pedig pénteken 14-én fogják kihirdetni az országos pályázat eredményét. Arról még nem tudunk, hogy milyen eredményt értünk el, de bízunk benne, hogy onnan is sikerre tér haza a kislány. A legjellegzetesebb minták, amit ugye említettem, a gránátalma, azt választottuk a pólónkra is, mert tehát az az egyik legkedvesebben, vagy legtöbbet használt motívum, meg a székely tulipán, és ezért gondoltuk, mivel székely hímzéseket készítünk, székely szálánvarót, zsinórvarása, ezért tehát ezt tettük a pólónkra. Van még egy, a két pólónk, arra pedig a székely tulipánt terveztük, és azt tettük rá. Takácsvászorra hímzünk, tehát ezt a Szentesi Takácstól rendeljük meg az anyagot, ami hát elég húzós, hogy úgy mondjam, de boltokban nem igazán lehet kapni, tehát úgy kell megrendeljük a Takácstól. A fonalla gyöngy, fonalla perlével hímzünk, ami hát egy-egy párnához vagy egy-egy terítőhöz rengeteg motrin kell, és tehát az is árba azért már igen, hogy mondjam, nem az megterhelő, az ember szívesen csinálja, tehát megveszi, meg költ rá, de rengeteg munka van benne. És hát szívesen csináljuk, legalábbis én, de úgy mondhatom, hogy a csapatom többi tagja is, mert megnyugtat, hogyha az ember ezt csinálja, neki áll varni, akkor megszűnik körülötte, hogy úgy mondjam, az élet, akkor csak erre koncentrálunk, mert itt tehát passzolni kell mindennek, nem lehet, mint a szabadrajzosnál is, hogy körülbelül ma jól lesz, majd kijavítom, itt vagy passzol, vagy nem, tehát vagy összeérünk, vagy nem. Úgyhogy figyelmet, koncentrációt igényel, és tehát nyugodtnak kell lenni, hogy tehát meg tudjuk ezt csinálni. Most is a textiles konferenciára az egyházi terítőknél ugye az úrasztal terítője is jóval nagyobb volt, mint amennyi szélesen tudnak a takácsok szülni, így a kettő felét úgy kellett összedolgozni, és az is egy külön hímzés technikát igényelt meg, hát egy külön dísze magának a terítőnek, mert az is egy minta tulajdonképpen. És azért ezt összehozni nem kicsi munka volt, tehát úgy, hogy passzoljon mindenhol. Nem sok mintánk van, mind, tehát régi papírokból, mintákból dolgozunk. Az interneten nem sokat találunk, ami örökséget ránk hagytak azokból a régi mintákból, meg hogyha esetleg, ha az ember Erdélybe megy kirándulni, hogy ott hal el valami antikváriumba mintát, akkor mindjárt rácsapunk és ugye elhozzuk, hogy legyen. És azt ugye fénymásoljuk, meg abból dolgozunk, mintákat tervezünk, és tehát így gyűjtjük össze tulajdonképpen a mintákat. Én 2015 óta varok folyamatosan, vagy hát aktív tagja vagyok a szakkörnek. Én gyerekként is vartam, az anyukám szakkörtag volt, úgyhogy megtanultuk tőle, meg jártam még az Erzsi nénnek a szakkörjére is, ilyen 7-es, 6-os koromban. És hát így az embert megnyugtatja idegileg, teljesen kikapcsol, és akkor csak erre tud figyelni, mert ha nem figyelünk rá, akkor elrontjuk. Úgyhogy természetesen, és ez kikapcsol. Én éjszakánként nem tudtam aludni, és akkor én általában most is este varok. 8-9 órakor kezdek el varni, és akkor 11-ig, fél 12-ig varok. És hát szeretem csinálni, leköt, élvezettel csinálja az ember, készíti ezeket a szemnészet dolgokat, mikor mihez van kedve. És akkor beszélnék a székely népviseletről. Ez 2018-ban a Bonyhádi Szövetség indított egy ilyen tanfolyamot, vagy hogy hát a székely szedettinggel kezdtük, és akkor én is eljártam, megtanultam a szedettingvarást, és akkor ez folyamatosan ment a rokolyavarással, az következő évben, 19-ben, akkor megtanultuk a karinca, a kötényvarás, és hát volt mellény is, a lajbi varás,
de az nekem még nincs kész, nem készült el. Sajnos még ott a szekrényben, de készülök rá, hogy majd elkészül. Csak az a baj, őszintén, hogy mindig nől az ember, és akkor ez mire kész a szabás minta, addigra ugye már megint kicsi lett. Úgyhogy nincs még kész. Ez is hát egy vászon anyag, nincs benne műszál, és ez úgy van varva, ahogy régen varták. Nem volt még akkor endlizőgép, hogy csak oda-vissza varrásra volt, csak egyenesen lehetett vele varni, és akkor ez olyan technikával van készítve, ez az autentikus varrás, hogy ahogy régen készítették, úgy készítettük ezt a ringet. Ez a minta. Hát ez egy, azt hiszem, Isten segítsi mintasz, asztallábas. És akkor hát az ujjára másik mintát, oda szélesebb mintát szoktak tenni, a ingnek a nyakára pedig keskenyebbet. A Bonyhád Majusi Lőrinc Etel a bukovinai székely textilkultúrának nem csak művelője, de szakértője és oktatója is. Elnökségi tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, emellett évtizedeken át szervezte és vezette a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége néprajzi táborait fiatalok, illetve felnőttek bevonásával, ahol az idén a résztvevők száma 500 és 1000 között volt. A 35. évfordulója van a Székely Szövetségnek, a mai nevén a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének. Annak az első elnöke Fábián Gergely volt. És ő volt az, aki engem tulajdonképpen behívott a Székely Szövetség szervezeti életébe is. De a néprajzi táborokat a szövetség alakulásakor már 35 évvel ezelőtt elindította Höfflernél Kelemen Emma, akkor még honismereti tábor néven, az első három tábornak óriási táborok voltak, annak ez volt még a neve. Utána Emma néni már betegen csinált néhány rendezőtábort, azután a Fábián Gergely megszólított engem, hogy egy egészen más néven, de hasonló feladatot, tehát az ifjúságnak a bevonását a hagyományőrzésbe nem csinálnám-e. A Gergely bácsinak nagyszerű ötlete volt, amihez amennyire lehet máig is tartom magam, hogy nem nagy létszámú táborokat, és bizonyos életkortól 15-től 25 éves korig, és arra törekedjünk, hogy nem csak hogy az utánpótlás legyen, hanem a vezetők utánpótlása is legyen. És azért talált meg engem erre a feladatra, mert egyrészt Emma néni mellett már magam is részt vettem ezekben a táborokban, akkor még csak oldalt, meg a mesemondó versenyben, meg a mese illusztrációs versenyben, tehát valahol jelen voltam ebben a dologban, nem csak itt van a családban való munkában. Akkoriban végeztem én az Iparművészeti Egyetemen, és a férjemmel, aki grafikus művész, ide költöztünk. Fiatal voltam, iparművész, hagyományokban jártas, megfelelő családi támogatással, akár a férjem által, akár pedig a szüleim, nagyszüleim és dédszüleim, és mondhatnám tovább, akik mind-mind a Bukovinai Székelység vezetésében dolgoztak.
és ráadásul volt bennem egy nagy adag akarat is, hogy dolgozzak ezen a területen. Gondolta Gergely bácsi, fiatalon szót fog érni a fiatalokkal. Hát azóta eltelt 35 év, az felettem is eljárt, már nem vagyok fiatal, de remélhetőleg még valamennyire egy tudok a fiatalok nyelvén beszélni, legalábbis pedagógusként erre gyakorlatot szereztem valamennyire. Mostanában úgy néz ki a néprajzi tábor, hogy meg kellett változtatni az eredeti koncepciót. Mert Gergely bácsi azt akarta, hogy 4 éven keresztül ugyanazok a gyerekek, és folyamatosan vezetni be őket a tulajdonképpen a néprajzosok feladatkörébe, tehát a gyűjtőmunkába és a minél nagyobb ismert szerzésbe. Ez azt jelentette, hogy az első napokban előadások voltak, aztán irányított látogatások idős embereknél, aztán rájuk bíztam, hogy keressék meg azokat az idős embereket, akiktől érdemes gyűjteni, és ehhez a lányom, a Kontár Noémi készített egy olyan adatrólap sorozatot, amivel nagyon gyorsan és mindenféle gyötrése nélkül, az idős emberek gyötrése nélkül lehet gyűjteni. Ez azt jelentette, hogy nem kellett órákig kérdezgetni a bácsit, hogy hogy hívták, meg hol lakott, meg kik voltak a szülei, meg hol élt, ezt mind előtte már felvezettük a papírokra, és a kiegészítő információkat kellett csendesen háttérből felírniuk a fiataloknak. Profi módon csinálták. Sok-sok tábor működött így. Aztán az élet megy előre, az idős emberek meghaltak, alig van már olyan, aki még Bukovinában született, és aki él, azok közül sem mindenki alkalmas adat közölnek. Tehát most már nagyon nehéz ilyeneket találni, de szerencsére még van egy-két olyan adat közölnek és alkalmas emberke, mint például Kakasdon a Zsuzsi néni, vagy akik Bácskába születtek már, ugye nem Bukovinába, de még nagyon élnek bennük ez az emlék, ilyen a Margit néni Kécsről, vagy a Lőrinc Gergely bácsi, aki Baján él. Tehát egy-két ilyen ember még van. Nekem nagyon sokat segítettek a szüleim, és azok, akik az édesanyámhoz jártak, néprajzosok. Tulajdonképpen én hivatalosan néprajzot nem tanultam, hiszen az Iparművészeti Egyetemen végeztem meg a tanárképzőn, meg közoktatásvezető voltam, de a gyerekkoromtól mondhatnám, a konyhai kisszéken tanultam Ortutai Gyulától, Domokos Pál Pétertől, András Falvi Bertalantól. Tehát azok, amiket a néprajzosok, akik olyan szerencsések, hogy járhattak ilyen képzésre, ott tanultak meg, az nekem beszélgetésekből sikerült ezt a szemléletet is megtanulni. Sokat segített nekem a Kóka Rozália ugyanebben a dologban, és sok barátság is. Ugye Csibi Kriszti, aki legelső néprajzi táborban is ott volt, vagy Fábián Évike, akit velem együtt indított el ezen az úton, Kóka Rozália, és máig is egymás segítve karonfogva járunk ezen az úton. Fábián Gergelynek az elképzelése, hogy 15 és 26 év közötti fiatalok legyenek, az nagyon helyes volt.
ugyanis akik most vezetők, mint például az Antal Zsolti, vagy ahogy említettem, Csibi Kriszti, vagy Mezei Zsuzsi, vagy Kontár Noémi, vagy Fábián Tamás, vagy akár a Kismódi Balázs, sorolhatnám a neveket, a néprajzosokat is, akik néprajzosok lettek, akár Liphauser Edina és így tovább. Tehát ez egy nagyon-nagyon helyes dolog volt. Később egy kicsit lejjebb került a táborban meghívandó gyerekek életkora, tényleg általános iskoláskorú gyerekekhez, de ezt én most már nem helyeslem pontosabban. Azt szeretném, és az a célom, és ez működik is a régi táborosok segítségével, hogy az általános iskoláskorú gyerekeket ott, ahol élnek, laknak, ott képezzék. Ez nagyszerűen megy, például Garán is, vagy Kakasdon, vagy Izményben, vagy Bonyhádon. Tehát szeretnék visszatérni, és az utóbbi két évben vissza is tértem ahhoz, hogy felnőtteknek és fiatal felnőtteknek a képzésével foglalkozzon a Székely Szövetség néprajzi tábora. Tulajdonképpen a Székely Szövetségnek a tag egyesületei ugyanezt a munkát végzik, és végezhetik is. Ők indítsák el a fiatalokat, az általános iskoláskorú gyerekeket, és a közülük kiválogatódott, akár később vezetésre is alkalmas fiatalok legyenek azok, akiket szinte csak is kizárólag előadásokkal képezünk arra, hogy irányítók lehessenek, és tovább vihessék ennek a kultúrának az őrzését. Úgyhogy ezt én két részre bontanám. Egyrészt a helyben tanított általános iskolások, másrészt pedig a belőlük kiválogatott emberkék, akikből remélhetőleg valamikor majd a vezetők lesznek. Nekik pedig a tudását kell, meg a látásmódját, meg a szemléletét formálni, és ez most a nagyon nagy feladat. Úgyhogy az idei évben például az volt a koncepció, hogy mi volt a vezérfonal a bukovinai székelyek életének, mi az, ami megtartotta őket. És akárhány öreggel, vagy idős emberrel, vagy akár nagyapámtól is hallottam, hogy ha nem lett volna hitünk, elvesztünk volna. Ezért hívtam meg Keresztes Andort is többek között a táborba, hogy beszéljen erről, a hitéletéről a bukovinai székelyeknek. Ezért vagyunk kapcsolatban Barta Zsolttal, a táncos papunkkal, és ezért hívtam egy hitoktatót, akinek szintén vannak székely, az Madéfalvi gyökerei, hogy meséljenek arról, hogy hogyan is lehet közeledni ehhez a vezérfonalhoz, ami által képesek vagyunk megérteni a gondolkodásmódjukat, az életmódjukat, a mintakincsüket, a dalaikat, az énekeket, a meséket, akár a gazdálkodást is, hiszen mindez erre a vonalra föl lehet csatlakoztatni, és nagyon fontos irányvonal lesz a kutatáshoz is ez a dolog. Tehát ezért az idei év a tematikus dolgaival együtt, tehát hogy éneknapja, a népviselet napja, ahol Fekete Sebestyéni Bolya segített nekem nagyon sokat, és nagyon-nagyon szeretek vele dolgozni, mert ő teljesen megértette ezt a szemléletet, és követi, és nagyon-nagyon jó, hogy büszke vagyok ő rá is, hát néprajzi táboros ugye ő is. Tehát látok, de én nem mondhatom azt, hogy nincsen utánpótlás, hiszen látom azokat, akiket az elmúlt évek alatt több száz fiatalt, akit tanítottam, hogy közülük nagyon sokan folytatják ezt vagy a vezetésben, vagy otthon a családjaikban. Tehát, hogyha a hagyományőrzők ezeknek a fiataloknak a családjaiból kerülnek ki, a majdani néptáncosok, énekesek, mesemondók, vagy kézművesek, már nyertem. Úgyhogy én ugye a 70 éves koromra elmondhatom azt, hogy tulajdonképpen elvégeztem, ami rám kiosztatott. Úgyhogy nyugodtan foglalkozhatnék magam is az alkotással, ha lehetne, de még mindig nagyon-nagyon sok feladatom van, hiszen szerencsére megkeresnek nap mint nap kérdésekkel, hogy ezt hogyan kell megvarni, erre milyen minta illik, egy bizonyos életkorban milyen színűt érdemes viselnie, vagy viselt valamikor, hogyan kötötte a kendőjét régen egy bukovinai székely. Thank you.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Önök a Tolnatáj Televízió Székely magazinját látták. Viszontlátásra!